Az alapszakaszt követően három részre szakadt a férfi kosárlabda NB1 14 csapatos mezőnye. 5 együttes a felső, 5 a közép, 4 gárda pedig az alsóházban folytatja. A Marsó Nyíregyháza az utóbbiban érdekelt, a Szeged, a MASZ és a Jászberény társaságában. Mivel a csapatok vitték magukkal korábbi eredményeiket, a fővárosiak és a tiszapartiak 8-szor győzelmet számlálva lépéselőnyben vannak az eddig 5-öt sikert elérő két riválissal szemben. A nyíregyháziaknak szinte hibátlan teljesítményre lenne szükségük ahhoz, hogy elkerüljék a bennmaradástól döntő párharcot. Olyan nehéz lesz az utolsó 6 mérkőzésen. Ugye nekünk mind a 6-ot meg kell nyerni ahhoz, hogy esélyünk legyen elkerülni az osztályozót. Ilyenkor már ugye nagyobb a nyomás is, hisz nagyobb teher nehezedik a játékosra, de én bízom a csapatban, és úgy megyünk neki ennek az időszaknak, hogy szeretnénk mind a 6 mérkőzést megnyerni. A nyíregyháziak szombaton annak a MASZ-nak az otthonában lépnek pályára, amelyet hazai környezetben legyőztek, és amelyetől Budapesten négyszeri hosszabbítást követően szenvedtek vereséget. Én úgy gondolom, hogy semmivel nem lesz könnyebb mérkőzés, mint az elmúlt, de személy szerint én örülök neki, hogy az egyik legnehezebbel kezdünk, hiszen hogyha ezt sikerrel zárjuk, akkor egy nagy lendületet adhat a csapatnak. A MASZ Marsó Nyíregyháza mérkőzés szombaton 17 óra 30-kor kezdődik a Gaványi Sportcsarnokban. A két cápák először március 31-én csütörtökön lépnek pályára hazai környezetben, akkor a Szeged látogat a Bemiskola csarnokába.